Na hát sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket, én most kaptam Mindfuckot, és nem vagyok egyedül, hanem itt van velem Sperú, aki temperament... Sziasztok, én aki... jól vagyok, Jó van. és boldog. Az a lényeg, én előbb szegénykének el kellett viselni az előbbi rédzselésemet, de egyszerűen ezen Nem kiakadtam. panaszkodott, mert teljesen ingyen volt, és az a gyengém. Igen, és egyszerűen fel nem foghatom, hogy az EA miért így oldotta meg ennek a játéknak az elindítását, úgyhogy most elindítom az ikont, hogy lássátok a legelejéről a folyamatot. Szóval egyből ott kezdi, hogy wrong email or password. Jó, mondom, oké, akkor loginoljunk be. De én ezen is ki vagyok akadva, hogy miért a Chrome-ot nyitja meg böngésző, miért nem a játékon belül van egy ilyen elérhető opció. Azt ugye beszéltük, hogy PS3-on így van, meg én Így van. emlékezetem szerint is. PS3-on van egy tökéletes menü, ami olyan, mint egy bármilyen normális játék. Itt Windows-on azt se tudták megcsinálni, hogy legalább egy 6-os Internet Explorer induljon el, vagy egy Windows XP, hanem elindít valami random böngészőt, ami fenn van a gépeden. Igen, és ráadásul, hál' Istennek azt, ami legutoljára fenn van, és írtak is. Írt Hydraxon, hogy ja, igen, jó kis BF3, úgyhogy reagáltam rá. Na, és akkor itt kéri a belépésemet. És amúgy beállítottam, megfigyeljetek, a Remember Me, de továbbra is kéri a belépésemet, mert ezek szerint ez csak arra vonatkozik, hogy ne küldjön kódot újra az e-mailemre, hogy be tudjunk lépni. És itt egyből, ha jól látom, partiban is vagyunk, de én azért erről a felületről akarnék mesélni egy kicsit bővebben, és kicsit feljebb is viszem itt a bandicampben az izért, hogy azért lássátok, hogy igen, itt vagyok, mint Zohar Némó. Ha komára rákattintok, akkor itt látom ugye az adatait, meg hogy mivel játszik, meg hogy PS3-on is itt van vagy disznó popi. Na, a lényeg a lényeg, hogy nem vettem fel az előző dolgokat, mert eszembe nem jutott, hogy erről most hirtelen akarok videót csinálni, de ez egy olyan volumenű probléma, aminél én abszolút kiakadtam, hogy elküldte a friend requestet. Én is elküldtem neki. Szóval beírtam a nevét, és elküldtem. Elküldtük egymást. Így észbe kapott ez a szerver, vagy én nem tudom, hogy működik a háttérben, de így nem olyan rég kaptam meg az invet, és el is fogadtam, és ő kiírta, hogy invite sent not request. Szóval ez a... És a piros csíkba ott kiírta nekem, hogy ez nem történt meg ez a dolog, és egyszerűen agyirém, hogy ezt mind ezen az egy darab felületen kell megcsinálni, amit esküszöm még azért, jobban jártunk volna, hogyha PS3-ról pótolják PC-re, mert ez egy fasság így, ahogy jelenleg ebben a koncepcióban van. Nem tudom, hogy te hogy látod, de én nekem ez kiakasztó. Szóval legutoljára a Necrovision-nél láttam ilyet, ami 2009-es játék, ez meg ugye 2011-es, ami agyirém. Ebből a szempontból. Hát én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért az több mint megdöbbentő, hogy van egy Origin kliens, ami van egy friend listád, és utána itt van egy másik, ahol külön fel kell venni a friendjeidet még egyszer, és csak azok jelennek meg itt jobb oldalon, az Origin felirat alatt, akiket itt felvettél. Igen, és hogyha mit tudom, belépsz a saját akuntodra, itt csak annyit látsz, hogy így kik azok, akik friendek, de ezek egyike sem az volt, aki más körökből vannak, mert ugye Hydraxon, bocsánat, jó lejte. Hydraxonnak ugye van Origin akuntja, azon friendek vagyunk, és azon egyből bevette, de például már most, ahogy bejelöltük egymást Originen, akkor is tök későn kapott észbe a kliens, jó, nekem egy új friendem van 29 perce. Szóval ez a abszolút bullshit, és ráadásul mikor legtöbbször, mikor elindítod a játékot, nem feltétlenül a Battlefield 3-at adja ki, hanem
mondjuk úgy, hogy Battlefield 1-et is bepromozza neked, és akkor egyből abba ad, és akkor itt fent ugye váltogathatod, hogy melyiket szeretnéd játszani. És amúgy nekem meg Steamen van meg a Medal of Honor Warfighter, és ott érdekes módon nem kéri külön ezt a klienses bizbaszt, még multinál se. Tehát ez a játék tanít neked, és türelemre nevel, te pedig csak reklamálsz. Ezt akarod tulajdonképpen röviden összefoglalni, ha jól értem. Hát nem, mert legutoljára mondom, a Necrovision Games pályán lehetett így multit elindítani, és ott még meg is értem, mert amúgy is az már lassan egy halott játék volt akkoriban. Most már nem is lehet multiplayerezni, mert ugye lelőtték a Games Spy-t, de azért bazd meg, ez ilyen Games for Windows Live szint, amit itt kapunk, és még mindig ez működik, és még mindig nem csinálták meg a mai napig, hogy úgy működjön, hogy belépsz a játékba, ott ki az multiplayer, és akkor feldobod a friendeket, mint Ubisoft Uplay-nél, és nem gondoltam volna, hogy a Uplay-t azt fogom mondani, hogy az áldás ez a felülethez képest, de basszus, így van, hogy Ubisoft Uplay hamarabb tudja azokat az alapvető dolgokat, még hogyha szerverekre szarnak is rá Foreigner esetében, ugye nagyon jól tudjuk, hogy ez a játék hogy indult el. De most nézd, ahogy demonstráltam, küldtem két különféle üzenetet, és nem ugyanaz az a chat, ez ennek független az Origin-től. Igen, Ez igen. csak így van, itt És önálló életet él. Mórhez könyörgöm. És őszintén szóval még a Games for Windows Live-os játékokat is megoldották, úgy egy csomó, például Battle Chess, most mondok egy nagyon jó példát, Steam-en megvan nekem. Azt is el tudom indítani Steam-ről, anélkül, hogy Games for Windows Live-ért hisztizzen, és nem kell böngészőt megnyitni ahhoz, hogy tudják játszani vele, de ez... Könyörgöm, egy olyan budget játék, mint az Iron Grip Warlord, ami Return to Castle Wolfenstein motort használja, az nem csinál ilyen bullshit-et, hogyha multiplayerezni akarsz vele. Az egy másik dolog, hogy most már szerókat lelőtték, de attól még bazd meg. Na, jó. Akkor És most... ezért valamikor teljes árat kérte. Valaha. Én free-n kaptam meg, arra emlékszem, hogy volt így. Hát képzelem, úgy kaptam meg ezt a játékot. Valaki Facebookon rakott fel egy kódot, és ha ugyanazt a kódot bevitted rengeteg helyre, ez Origin rendszerbeli hiba volt amúgy, mindenkinek aktiválta a játékot, mindenki megkapta a játékot, aki azt az egy kódot bevitte, és így, vagy 200 főnek így lazán meg lett ingyen a játéka egyetlen egy kódból, ami mindenki használt. Most, bocsánat, én PS3-on kipróbáltam annak idején, meg legutoljára én Holdfénykoron volt szerencsém ez a játékhoz, de akkor már valaki belépett egy pályára, szóval kompletten az elejé procedúráról lemaradtam, hogy ezt hogy kell elindítani, és akkor még Isten nyugasztalja, egy gyú, és gyú volt a Holdfénykoron, gyú volt körbepakolva laptopokkal, és amin a Assassin's Creed Revelations, meg a Skyrim, meg ilyen címek futottak, és akkor a Battlefield 3 is ott volt a palettába, és olyan laptopon játszottam, aminél nem bírta normálisan elvinni ezt a játékot. Nem, hogy még 60 FPS-en, még a 30 is nehezen ment neki, mert ilyen 20 és 30 között ugrálgattam jobbra-balra, és basszus, ezt akkor mondják nekem, hát akkor lehet, hogy kirögtem volna, hogy ez így működik, de hát most így szembesülve vele, hogy ez így működik azóta, és változatlan, hát az abszurd, ezen kiakadtam. Na. Na jó, akkor játszunk.